akkor üdvözlünk mindenkit. Marci Gábor vagyok, kollégám Rideg Zoltán. És akkor kezdjük is el. A előadásunknak a témája az a Single Page Application fejlesztés MVVM alapokon. Az alcímben látható a Knockout és a TypeScript, ez a két technológia, amiről még kicsit bővebben is szó lesz. Akkor röviden a tartalomról, amit láthatjátok, először lesz egy bemutatkozás, aztán bemutatjuk egy, az alkalmazást, amit írtunk erre a mai napra, ez a Coder Pizza nevet viseli, ezen az alkalmazáson keresztül fogjuk bemutatni ezeket a technológiákat is, hát technikákat, amiket használtunk. Ezeket láthatjátok felsorolva, például a single page application-ökről lesz szó, az MVVM-ről, TypeScript-ről, Knockout-ról, a Durandal Framework-ről, és magáról a kód felépítéséről, hogy hogy oldottuk meg a, az alkalmazást. Akkor kezdjük a bemutatkozással, mint említettem én Marci Gábor vagyok, kollégám Rideg Zoltán, a d tól jöttünk, ez egy angol-amerikai a hátterű cég Magyarországon 2011 elején nyitottak irodát Budapesten, azóta dinamikusan növekszik a létszámunk, most már 120-130 embernél jár. Fejlesztők, tesztelők, architektek, researcherök vegyesen, tehát elég, elég sokan vagyunk, és még ez bővül. Webalkalmazásokat fejlesztünk, befektetési bankoknak elég speciális terület, nem elég, hogy valaki jól fejleszten, a a tudás is kell mögé, de ezt azért fel lehet szedni egy-két hónap alatt. Akkor kezdjük is el magát, bemutatnám az alkalmazást, amit készítettünk. Itt láthatjátok, ez egy pizzarendelő alkalmazás, eh, ahol a user az magának választhatja meg, hogy mit szeretne a pizzára rátenni, nincsenek előre ezt állított pizzáink. Amit a user összeállít, megrendelheti, és aztán ezt megkapja. Működése. Összekattintgatom a hozzávalókat. Ha valamiből duplát szeretnék, akkor kétszer kattintok. Az alkalmazás kiszámolja, hogy mi legyen benne. Hát túl sok összetevőt azért nem tudok rárakni, mert egyszer szó, hogy ennél többet azért már ne adjunk hozzá, mert nem lesz jó a pizza, nem fogja tudni átsütni. De ha azt mondom, hogy álljunk, kevesebb sonkát azt mégsem szeretnék, akkor innen azt ki tudom venni. Láthatjuk, hogy a az összeg az automatikusan változik, ahogy a hozzávalókat hozzáadjuk, hogy 600 forint a, az alapárt, tehát azért nem jön ki az összetevőkből a, a végső ár, hogyha ezt valaki esetleg észrevette. Ha megvan a pizzánk, akkor át tudok menni a rendelés felületre. hogy persze úgy akarja az alkalmazás is, láthatjuk, hogy az összeállított uh, pizzánk az itt megmarad, beírok egy címet, hogy hova szeretném rendelni. A megrendelést elküldöm. A szerver a szervizünk megkapta, és ezután összeállított belőle egy stringet, hogy igazából mit is rendeltünk, és ezt visszaküldte nekünk. Szuper. Ha már sokat rendeltem erről a, az oldalról nyilván akkor létrehozok magamnak egy usert, Nekem most van is egy userem. Szuper, bejelentkeztem. És láthatom, hogy most megváltozott egy kicsit a kezdőoldalam, és hozza a kedvenc pizzáimat. És ha ezekre rákattintok, akkor látjuk, hogy előzőleg elmentett kedvenc pizzákat is létrehozhatok, és ezeket is meg tudom rendelni. Vagy hogyha azt mondom, hogy szeretnék egy új kedvencet hozzáadni, hogy legyenek ezek rajta, ezzel a kis gombbal meg tudom tenni. Legyen a neve kedvenc 3. Oké, okay. és láthatom, hogy meg is jelent a kedvenc 3, ezt is ugyanúgy meg tudom rendelni. De persze, ha már volt egy régi kedvencem, és azt többet már nem szeretném, akkor azt fogom is egyszerűen kitörlöm. És ez. Nyilván a kliens oldalon és a szerver oldalon is egyaránt törlődik, tehát ha újra töltöm az alkalmazást, ami itt a Wi-Fi sebessége mellett azért eltart egy ideig. Egy kicsit tovább is, mint gondoltam. Igen, akkor már nincs ott a kedvenc pizzám, amit kitöröltem az előbb. Nagyjából ennyi az alkalmazásunk, és akkor kezdjük el röviden a, a technológiákat, amikkel ezt megvalósítottuk. Single page application, amit láthattátok, ez az alkalmazás. Erről csak röviden szeretnék beszélni, mert valószínűleg már mindenki látott és használt single page application-t, és valószínűleg tudja mindenki, hogy mi az. Ennek a lényege, hogy a natív alkalmazási élményét próbáljuk a, a weboldalakon keresztül átadni, user experience-t minél inkább növelni a felhasználó számára. Fontos az, hogy a kliens és a szerver oldal ennek elkülönül a, a, felelőssége a single page application esetében. A szerver az tényleg az adatokért felel, az adatokat adja és az adatokat kapja a klienstől. A kliens pedig a megjelenítésért felelős. A szerver tehát nem összeállítja a HTML-t és nem ő küldi le a kliensre, hanem ő csak az adatokat szolgáltatja. Emiatt csökkenteni tudjuk a szervernek a terheltségét, hatékonyabb, költséghatékonyabb az üzemeltetése is, mert tényleg csak akkor fordul hozzá a kliens, hogyha tényleg valamire szüksége van, vagy valamit szeretne küldeni. Ahogy említettem, itt a kliens oldalnak a felelőssége az nagyobb, és az az érdekesebb most számunkra. Kliens oldalon moduláris kódot írunk, tehát modulokba szervezzük azokat az egységeket, amik a különböző funkciónak a megvalósításáért felelősek. Elkülönül a megjelenítés az adattól, ez a kliens, kliens oldalra is igaz, nem csak a kliens és a szerver viszonylatában. Amint láthatjuk az ábrán általában <coughs> van egy templétünk, egy modellünk, és a templét és a modell összemörzseléséből létrejön egy view, amit aztán megjelenítünk a domban. A view és a modell között láthatok egy oda-vissza irányuló nyilat, ez arra utal, hogy nyilván a modellből is meg kell jelenítenünk az adatokat a view felé, de ha a view változik valami, akkor azt ugyanúgy a modellbe is valahogy vissza kell jutatnunk, erre a két irányú nyílra lehet megoldás egy view modell, egy controller, vagy akármi más. Fontos, hogy a domot tényleg csak a megjelenítésre használjuk, tehát nem tárolunk benne adatot, nem akarjuk utána kiolvasni ennek az értékét, csak write only mód, csak kiírjuk oda, amit akarunk. A single page application esetében, és általában egy más alkalmazás esetében is a következő feladatokat szeretnénk megoldani, hogy az adatokat tudjuk kezelni, megjeleníteni, a navigációnak a kérdése, események kezelése, modulok kezelése, animációk. Van nyilván még több is, de talán ezek a legfontosabbak. Adatok kezelése alatt értem, ugye a letöltést és a tárolást, ez akár szerver vagy kliens oldalon is történhet. Megjelenítés alatt az említett uh, templating és adatkötés, ugye a, a view, a view modell és a dom között mondjuk a navigáció. Ugye a Single Page application van szó, de amit az előbb is. Uh, láthatjátok, azért tudtam navigálni az oldalon belül, tehát átmentem a kezdő oldalról a rendelésre, vagy a kedvencekre, tehát ezt valahogy kezelnünk kell. Események kezelése. Itt események alatt értjük a user által uh, elindított eseményeket, tehát ha ő mondjuk rá kattint valamire a felületen, vagy ha megváltozik valami a modellben, akkor az is egy esemény, és erről is valahogy értesítenünk kell a user-t, értesülnie kell a view-nak e erről animációk, és még stb. amit még akarunk, tehát talán ezek a legfontosabbak. Ezekre a megoldandó problémákra használhatunk kliensoldali framework hogyha szeretnénk az összes problémát megoldani egy framework-el, és erre nekünk az ö, lehetőséget nyújt, vagy hogyha nem kell egy teljes framework, csak bizonyos részeit szeretnénk, tehát mi azt mondjuk csak a navigációra akarunk valamit, akkor mondjuk SMG-t tudjuk használni, ez egy ö, JavaScript library, ami nekünk erre ad megoldást. a kliens oldali kód, ha már azt mondtuk, hogy minél inkább uh, szeretnénk ezt natív alkalmazás uh, élményévé fejleszteni, akkor erre is lehetőségünk van. Uh, megírhatunk egy olyan kódot, ami esetünkben most erről van szó a hogy ennek a kliens oldali kódja ez szimplán uh, HTML, JavaScript és, uh, és CSS-ből áll. Ezt a kódot lehetőségünk van használni, mint böngészőben web alkalmazást, amit az előbb mutattam, de ugyanezt a kódot felhasználhatjuk egy tablet alkalmazásként, vagy egy mobil alkalmazásként, hogyha egy egyszerű kis verepelt köré teszünk, és már is használhatjuk több platformon. Ezt mindjárt be is mutatom nektek, szintén, hogyha sikerül a wifi-vel valahogy zöldekre velgődnöm. Hát úgy látszik, hogy nem sikerült, úgyhogy ezt későbbre fogjuk hagyni. A natív és a html alkalmazásoknak, tehát most mi a html alkalmazásokról beszélünk, vannak előnyei és nyilván hátrányai. Ennek az előnye, amit látszik az ábrán is, hogy egyszer írjuk meg a kliens oldali kódot, egyszer megírjuk a service és több device-on, több platformon is ezt használni tudjuk. A hátránya az inkább performanciában jelentkezik. Egy natív alkalmazásnak a performanciája az, az még mindig jobb, mint egy html és át is adnám a szót akkor Zolinak. Közben én próbálkozok ezzel a natív alkalmazással, ha sikerül, akkor megszakítom. Oké, okay, akkor folytassuk az NVVM programozási mintával, csak egészen tömören. Ennek célja ugyebár, hogy szét tudjuk választani az adattárolást a megjelenítéstől, ami egy SP alkalmazás esetében ő, ugye egy elvárt követelmény. Megelmíthetjük, hogy az NVsz és az MVP is hasonló célra használható. Az MVVM3 rétegből áll össze. Alul van a modell, amelyben olyan osztályok vannak, amelyek az adatbázisban található entitásokat reprezentálják. Van a view modell, ahol olyan osztályok vagy fájlok -ok vannak, amelyek a modellnek mindegy transformált változatai. Ezeket fel tudjuk használni arra, hogy a viewhoz könnyebben hozzákössük az adatainkat. Ö, és van a view, amely pedig a megjelenítésért felelős. Ennek a meg, megoldásnak az előnye, hogy ha a view-ban át akarjuk például rendezni a, a különböző komponenseket, akkor ez nem kell megváltoztatni a kód többi részét, például a view modellt sem. Egy másik előnye pedig, hogy ö, unit válik a view modellek beli logika, tudunk írni automatizált teszteket, amelyekkel gyorsan meg tudjuk nézni, hogy nem rontottunk el esetleg valamit, amikor átírjuk a view modellt. A mi esetünkben is csináltunk ilyen view modelleket, pontosabban ezekre uh, unit teszteket. Uh, a TS unit nevű kis egyszerű uh, unit tesztelő framework segítségével összeállítottunk uh, három unit tesztet, amelyet bármikor le tudunk futtatni, és itt láthatjuk, hogy ezek sikeresen le is futnak. Ö, majd később fogjuk látni, hogy hogy néz ki egy ilyen ö, unit tesztes kód. A következő technológia az a TypeScript, amely egy olyan ö, fordított nyelv, amely javascript fordítódik le. Ö, ennek segítségével egészen összetett alkalmazásokat tudunk ö, írni kliens oldalra. Um, és a szintaxisa pedig uh, a JavaScript-re épít olyan módon, hogy visszafelé kompatibilis marad. Uh, ez azt jelenti, hogy uh, bármi, amit uh, egy meglévő JavaScript-hez hozzáírunk, az mind opcionális, tehát nem is muszáj semmit megváltoztatni egy JavaScript kódban ahhoz, hogy uh, TypeScript kód legyen belőle. Ezt a nyelvet a Microsoft tavaly uh, ősszel jelentette be, és még nincsen kint az 1.0-as verzió, de már most is eléggé ö, stabil és használható. Ö, és a webes rendetek megfelelően ö, platform független és szabadon hozzáférhető. Valamint ö, igyekszenek az a leendő új JavaScript szabványa az ECMAScript 6-tal is kompatibilissá válni, ö, ez is segíti az elterjedését. Ö, az egyik újítás a TypeScript-ben, hogy bevezetnek a típusokat, a változóinkat el tudjuk ö, típus annotációval látni, amelyet a fordító figyelni fog ö, fordítás közben, és szól, hogyha valamit esetleg elrontunk a kódolás során. Ezek a típus információk a generált JavaScript kódon már nincsenek ilyen egyáltalán, így a futásbeli performanciát nem rontják. A másik újdonság bizonyos kurszavak bevezetése. Így például tudunk ö, klasszokat, interfészeket, enumokat és modulokat definiálni a tápszűrt kódunkban, ami ö, jobban strukturáltá teszi a, a kódunkat. Ezek egy része fordítás közben ö, elmarad, más része pedig mint egy makroként szolgálva olyan javascript eredményez, ö, amelyek valamely jól bevált ö, patent követik, így a kapott kód az hasonlít egy olyan kódhoz, amelyet akár egy ö, tapasztalt JavaScript kódoló is ígérhetett volna. Ö, van egy hivatalos honlapja a TypeScript nyelvnek, és itt található egy playground nevezetű ö, oldal, ahol tudunk játszani a nyelven. Bal lehet látni a TypeScript kódot, jobb oldalt pedig a javascript generált kódot. Ö, az első példában láthatjuk, hogy itt van egy osztályunk, amelynek van egy konstruktora, néhány függvénye, létrehozunk egy példányt ebből a típusból és meghívunk rajta egy függvényt. És lehet látni, hogy ez le is fut sikeresen. Szeretnénk kiemelni néhány featuret ebből a nyelvből, az egyik ilyen az arrow function, ami arra hivatott, hogy a disszel kapcsolatos problémákat egyszerűben tudjuk kezelni. Ugye itt arról van szó, hogy ö, ha van egy osztályunk és benne egy callbackünk, akkor a callbackben, hogyha a diszre hivatkozunk, akkor az nem mindig az, amire mi számítunk. De hogyha használjuk a tárcüttes arrow Functiont, akkor automatikusan legenerál nekünk azt, amit ilyenkor csinálnunk kell. Ugye egy closure el kell menteni egy lokális változóba a értékét, és ezt kell használni a callback hívás, akkor ezt nekünk automatikusan megcsinálja a TypeScript fordító. Egy másik fontos kérdés, hogy mi történik a meglévő JavaScript-es kódjainkkal, hogyan tudjuk felhasználni őket a typescript kódunkban, és erre a megoldás a definíciós fájl fogalma, ami hasonlít a cényelbeli header fájlokhoz, tehát ezek ö, különböző függvényeknek a szinnaturáit tartalmazzák és, és semmi mást például a JQuery esetében is létezik egy ilyen ö, definíciós fájl abban csak a függvényeknek a különböző headerjei vannak felsorolva és hogyha egy ilyen definíciós fájlt behúzunk akkor ö, a fordító ezt tudja használni és tudja elnőrizni, hogy jól használjuk például a jquery -t. Ö, van Boris Jankovnak egy honlapja ami amit a legtöbben ö, tudnak használni arra hogy a Definíciós fájlokat, amiket mások megírtak, azokat ö ők is tudják használni. Végül pedig az externál modulokról egy pár szót. Ugye ezek olyan JavaScript fájlok, amelyeket ö ö dinamikusan húzunk be más JavaScript fájlokból futás közben. Két elterjedt megoldás van ö ezek használatára, az egyik a CommonJS, a másik a freqfilejs ami az AMD szabványt implementálja. A TypeScript neked támogatja nyelvi szinten. Nézzük meg ezt is gyorsan. Itt látható egy ilyen külső modul, ami használja a Knockout külső modult. Ezt egy import kurszóval egyszerűen be tudjuk referálni. És azután pedig ki tudjuk a saját típusunk belső típusait, illetve függvényeit exportálni. A következő technológia a Knockout, amelyet használtunk a Coder Pizzában. Ö, ennek a lelke az Observer programozási minta, ami azt jelenti, hogy van egy tárgyunk, egy subjectünk, amit egy observer vagy is egy megfigyelő figyel, hogyha változik a subjectnek az értéke, akkor erről tudomást szerez az Observer és tetszőleges akciót hajtat végre. Ugye nekünk ez azért kell, hogy a, ha a view modell változik, akkor a view automatikusan frissüljön. És ezt úgy éri el a knockout, hogy biztosít számunkra osztályokat, amelyekkel tetszőleges objektumból ilyen megfigyelhető objektumot képes gyártani. Ezek pedig a knockout observable, ami akármire rá, rátehető, például egy stringre. A Knockout Observable Array egy tömköri épít egy ilyen megfigyelhető objektumot, a Knockout compute pedig egy képletből képes csinál egy ilyen ö, Observable o, ö, objektumot. Ha a képletnek valamelyik eleme változik, akkor automatikusan a, ez a számított objektum is újra kiértékelődik és úgy tudjuk használni ezt a knockoutot, hogy a view-ban a databind attribútumot rátesszük egy HTML elementre, például itt esetünkben egy ankorra rátettük ezt a databind attribútumot, és az ankornak a textje az automatikusan a view model authentication text ö, property értéket fogja fölvenni. És ha erre az ankorra rákattintunk, akkor pedig végrehajtódik a view model toggle authentication függvénye. Lényegében bármely attribútumra és a semmire tudunk ilyen adatkötést írni, és különböző vezérési szerkezetekkel tudunk a vue belül ö, generálni ö, HTML részleteket, például egy tömbből tudunk csinálni egy táblát egyszerűen. Megemlítenénk még, hogy a Knockout 3-as verziója körülbelül két jött ki. A mi még a 2.3-as verziót használjuk. Az új verzióban számos performanciával és néhány security kapcsolatos hibát javítottak. Például most már csak akkor fog újra kiértékelődni a computed objektumunk, hogyha ténylegesen új értéket kapott, illetve hogyha van, van egy HTML elementünk, amelyre több attribútumát is ö, adatkötöttük, és az egyik ilyen adatkötött ö, view modellbeli érték változik, akkor a másik nem fog újra kiértékelődni. Ez okozott időnként érdekes mellékhatásokat, amik, ö, amiket nehéz volt észrevenni és javítani. Most pedig a Durand egy pár szót fog Gábor mondani. Még amivel adós vagyok, ugye az előbb ez a, az alkalmazás ha megnézzük, uh, megnyithatjuk innen CodeRPZ-et, és láthatjuk, hogy ami már betöltődik, az egy nem egy HTML alkalmazás, hanem egy uh, Windows Store app, de hát most ez lehetne akár uh, iOS-en vagy Androidon is, mivel HTML futtatunk, így csak be kell az adott uh, platformnak megfelelően. Tehát ugyanazt meg tudom csinálni, a szervizből jönnek az adatok, rendelés, beírok valamit, elküldöm a rendelést, és látom, hogy a service válaszolt itt is. És akkor pár szót a Durandáról. Az elején említettem ugye, hogy a megoldandó feladatokhoz használhatunk framework vagy, vagy valamilyen library -ket. Mi, mi a framework -ként a Durandát választottuk ki. A Durandá fejlesztői azt mondták, hogy nem akarják újra feltalálni a kereket, hanem jól bevált komponenseket használnak és ebből gyúrnak össze egy framework -öt. Láthatjuk, hogy három külső komponens épít, a jQuery, a Knockout és a RequireJS, amit használ. Ezen kívül még integrálva a Bootstrap is megtalálható benne, tehát nagyon jó kis responszív alkalmazásokat tudunk készíteni. Most láthatjátok, a Nugeten fent van, az alábbi uh, Nugetes command egy starter kit kapunk, ami például a Visual Studio-ba beépülve nekünk létrehoz egy Durandal templétet, amivel egy új projektnél egy uh, Durandal keretet kapunk, és egyszerűbb a fejlesztést elkezdeni. A Durandal az bizonyos core modulokból és pluginekből áll. A core modulok azok, amiket láthatok most a kivetítőn. Van, amelyik a moduloknak a, az aktiválásáért felelős, van, amelyik az alkalmazások és a pluginek betöltéséért, megjelenítési logika, események kezelése. Hát ezek azok, amikről az előbb is, még a legényén beszéltem az, az ö, prezentációnak. A View Engine és a View Locator azok pedig például, hogy megtalálják az adott View modellhez tartozó View-t, és ezeknek a megjelenítése a domban. Pluginekből az alábbi felsorolt plugineket uh, láthatjátok. A pluginek bekapcsolása az úgy történik, hogy a main JavaScript fájban, erről még lesz szó a következő dián, egyszerűen csak a, conf a Configure plugins t meghívom az alkalmazáson, és átadom neki azokat a modulokat, true értékkel, amiket szeretnék használni, ennyire egyszerű. A plugineket nem is sorolnám fel egyesével, hogy melyik mit csinál, csak az observablet uh emelném ki. Itt lehetőségünk van arra, hogy hogy ECMAScript 5 kompatibilis böngészőknél, ez ilyen 8-tól kezdődően, tehát a, a legalsó szint az az ilyen 8 kb nálunk most, ami ECMAScript 5-öt támogat. Lehetőségünk van arra, hogy hogyha a JavaScript objektumot létrehozunk, és szeretnénk a View modell és a View között ezt a kapcsolatot megteremteni, hogyha a View-ban változik valami, vagy a View modellben, akkor ez a két irány adatkötés az létrejöjjön nem szükséges knockout observable-t használunk, hanem, hanem ezzel a pluginnek a bekapcsolásával ezt megoldjuk, hogy hát megoldja helyettünk a framework. A Durandel alkalmazások felépítése az úgy néz ki, hogy létrehoz egy app foldert, azon belül két másikat, még a view models és a view-t, értelemszerűen a view, modellek alá a view modelleket rakjuk, a view alá a view-kat, azonos néven elnevezve, tehát ha van egy view modellem, ami a home nevet viseli, akkor, akkor home HTML néven oda tehetem a view alá ezt a templétet, és így összekapcsolja nekem a rendszer egyszerűen. A main JavaScript is létrejön, ez pedig arra szolgál, hogy a framework tudom bekonfigurálni. Például az előbb említett uh, modulokat itt tudom bekapcsolni, és még ha debugolni akarok, vagy debug módban szeretném mondjuk futtatni a durandát, azt is ott tudom megtenni, és még, és még nagyon sok minden mást. Fontos megemlíteni, hogy az AM, a durandális AMD modulokból áll, tehát aszinkron modul definíciókat használ, ez azt jelenti, hogy ha van két modulja, és az egyik függ a másiktól, akkor a egyik modul elindítás, automatikusan a másik is be fog töltődni. Akkor nézzük meg a, az alkalmazásunknak a konkrét felépítését. Láthatjuk, hogy kliens és szerver oldalunk van. Szerver oldalon van egy modellprojekt, projekt, ami a szerver oldali modelljeinket tartalmazza, és egy service, ami tartalmaz az adatbázist, kontrollereket. Az adatbázisunk egy SQL Compact Edition adatbázis, ne kelljen hozzá egy egész SQL szervet felhúznunk emiatt. Egy OR mappert használunk, a Entity Framework 6 Code First módban, tehát ez kigenerálja nekünk ezt az adatbázist, és WebAPI kontrollereket, JSON formátumban közlekednek így az adatok a kliens és a szerver között. Kliens oldal, amit láthatjuk, fontos a Durandal Framework, és maga a tényleges alkalmazásunk, de ezt inkább nézzük is meg a Visual studio hogy ez hogy néz ki. Láthatjuk, itt vannak a modelljeink, service projekt, service projektnek az update -ja alatt megtalálható az adatbázisunk, itt vannak a kontrollereink, mondjuk ez a components controller, de ez a rész végzi el azt, amikor letöltjük a választható hozzávalókat. De ami még érdekesebb számunkra az a, az a UI. Amint említettem, a durandálhoz kapcsolódóan itt van egy app folder, View Model és View. Ezt mi nyilván kiegészítettük egy-két plusz dologgal, például van egy modell könyvtárunk, ami tartalmaz egy data kontextet is. Ez a data kontext ez végzi el a kliens oldalon az adatok kiszolgálását a view felé. Tehát ez a data kontext tartalmaz mindent, ami, kliensen adatokat szolgáltat. Tehát láthatjuk, hogy components, favorite pizzas és orders is van, és ebből dolgoznak a view -k. Tehát minden view-nak, hogyha adatra van szüksége, akkor bereferenciázza egy ilyen import kulcsszóval ezt a data kontextet, és ezen keresztül referenciákat kap uh, a komponensekre, a favorite nyilván amelyik uh, modulnak dolgoznia kell az adott uh, részsel, azt fogja használni. És így meg lehet uh, tenni azt, hogy ha az egyik view változtat valamit, vagy a user változtat valamit a, viewban, view-ban, akkor ez a view és a data kontexten keresztül egy másik viewmodell is automatikusan értesül erről. És akkor nézzük meg az egyik uh, View modellünknek a konkrét felépítését. Így van. Nézzük meg, hogy a főoldal hogyan működik, illetve hogy a háttérben mi zajlik. Ha visszamegyünk a főoldalunkra, láthatjuk, hogy itt szerepelnek a hozzáadott komponensek az adott pizzánkhoz, az aktuális pizzánkhoz és valóban a view modellben van egy current pizza nevű ö, változónk amely egy observálható pizza objektum és a view-ban ez úgy néz ki hogy van egy olyan táblánk, amelyben az, a current pizza komponensein generálunk egy fordítsa és minden egyes komponensehez generálunk egy tr-t amiben szerepelnek az adott komponensnek a különböző tulajdonságai. Másik példa pedig a, az a, az akció, amikor rákattintunk egy ilyen hozzávalóra. Nézzük meg, hogy ez hogyan működik a háttérben. Van a View modellben egy ad komponent nevű függvény, amelyet rá tudunk kötni a view-ra, mégpedig itt. Itt ugye a, a, komponenseken iterálunk végig, és mindegyik komponenshez van egy ö, klik esemény bindolva. Az adott komponensre rákattintva meghívódik ez az adott komponent függvény, a megfelelő komponenssel felparaméterezve, és ilyen egyszerű az egész. Valamint még a tesztet is meg tudjuk mutatni, Tehát van egy start függvényünk, ami a TS unit hoz szükséges. Létrehozunk egy új ilyen TS unit tesztet, ö, hozzáadjuk a mi saját view modelles teszt osztályunk egy példányát, majd pedig megfutatjuk a benne található teszteket. Három tesztünk van, ö, például az első teszt arra való, hogy ellenőrizzük, hogyha hozzáadunk az aktuális pizzánkhoz egy komponest, akkor valóban egy darab komponens lesz ebben az aktuális pizzában. Aki már látott, unitesztetőnek ez nem lesz túlságosan meglepő, amit itt lát. Egyszerűen létrehozunk egy ö, ö, saját pizzát, hozzáadunk egy komponest, és megnézzük, hogy megegyezik-e a komponensek száma egyen. Ha igen, akkor okét fogunk kapni a unit test kutatása során. Végül pedig megemlítenénk, hogy ez a prezentáció, illetve a bemutatott Coder Pizza alkalmazás és annak a forráskódja elérhető az interneten. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor fölteheti most, illetve még a nap során, illetve e-mailen is minket a prezentáció elején látható e-mail címeken.